Halló? Jó napot kívánok! Jónásné? Igen, özvegy Jónásné, Ilonka. Takácsőrmester vagyok, rendőrség. Ne tessék megijedni! Egyedül van? Egyedül vagyok, persze. De már megszoktam, hogy egyedül élek, mióta a férjem meg... Már csak azért, hogy van-e a közelében valaki, aki segítsen, ha esetleg... Történt valami? Mondom, ne tessék megijedni. Nincs semmi baj. Orvosoljuk, ami van. Önnek van egy fia, igaz? Kettő van nekem, a Pityu meg az Andris. De az Andris nincs itthon, Angliában él. 6 évvel ezelőtt költözött ki. Akkor ez a Pityu lesz. A Pityu. Édes jó Istenem. Mondtam neki, hogy vigyázzon magára. Most volt itt nálam 2 napja. Mi történt? Közúti baleset. De ugye él? Persze. Hol van? Momentán itt áll mellettem. Hála Istennek! Nem esett baja? Neki nem. De a balesetnek van egy sérültje. Oh. A másik autónak a sofőrje. Őtet elvitte a mentő. Istenem! És mivel a Pityu, az István úr volt a hibás, oh. Csak óvadék ellenében lehet őtet elengedni. Micsoda? Óvadék. Azt jelenti, csak akkor mehet haza, ha letesznek érte valamennyi pénzt. Ja, igen, igen, tudom mi az az óvadék. Mennyi? Hát, nagyon nagy a baj a másik félnél. Teljesen összetört az autó. Életveszélyes állapotba szállították el. Édes jó Istenem! Várjon egy pillanatot, adom a fiát. Ó, köszönöm. Megengedte a főnököm, hogy beszéljen veled, de csak nagyon-nagyon röviden. Köszönöm, nagyon köszönöm. Szia, anyu. Pityukám, jól vagy? Igen. Nem értelek tisztán. Beütettem az állkapcsomat a kormányba, nincs semmi komoly, a mentősök el se vittek, csak fáj egy kicsit, azért nem tudok rendesen beszélni. Hol vagy, kisfiam? A rendőrségen. Pityu, úgyhogy nem bántanak. Ne idegeskedj. Csak megijedtem a rendőr miatt, tudod. Figyelj, anyu, nem beszélhetek hosszan, kellene pénz, holnap visszaadom. Mikor jössz érte? Azt én megoldom, te csak azt mondd meg, hogy mennyi pénz van otthon. Kisfiam, hát nem sok. Hát, tudod, most csináltattam meg apád sírját. Tudom. Meg a nagyanyádét, és nekem kellett, igen, nem törődik akkor senki. Évente egyszer kimennek Mincentekor egy gyertyával, aztán annyi... 40 000 talán. Az nagyon kevés. Annyit nem fognak kiengedni. Hát mit csinálnak veled? Nem vihetnek börtönbe, az nem úgy megy. Ha nincs óvadék, lehet, hogy... Hetekig se engednek ki. Nem értelek jól, kisfiam. Tedd egy kicsit közelebb a szádhoz. Ha nincs óvadék, hetekig se engednek ki, és tudod, hogy én azt nem bírom. Tudom. Segítesz? Segítek, mit csináljak? Kellene még pénz. Biztos van még valamennyi. Megnézem. Nézed, ne tedd le addig. Jó. Nézed, csak siess, mert nem beszélhetek hosszan. Jó, hát itt kint ennyi van. 40. És mennyi van összesen? 250 000. Tudod, mondtam, hogy... Mondtad, igen, mondtad, csak elfelejtettem, és hol is van? Bent. A bankban? A hálószobában. Tudod, ahol tartom? Ah. Igen, persze, tudom, anya, holnap vissza tudom adni az egészet, bízál benne. Ja. Hallod? Igen. Nem bízol benne? De, hogy ne. Sose vertelek át. Jól van. Mikor jössz érte? Mondom, hogy nem engednek ki. Akkor vigyem be, én hova vigyem? Nem kell, dehogy jössz te. Nem foglak ide rángatni. Oda küldöm az egyik haveromat, találkoztatok már, de jó. Lehet, hogy nem emlékszel rá, megbízhatsz benne. Jó. Egy olyan fél óra múlva ott lesz. Fél csak óra felugrik, múlva? Igen, fél óra múlva csak felugrik, te meg odaadod neki a mit mondtál, mennyi? 250, annyi lesz a híd. Milyen híd? Hát tudod, a fogpótlás, mondtam a múltkor. Igen, mondta, tehát ne haragudj, annyi bajom volt mostanában. Tudom, kisfiam. Az a nő még ott lakik nálad? Vagy elment? Elment. Jól van, hála Istennek. Megmondtad neki, amit akartál. Megmondtam mindent. Ugye nem vitte semmit? Nem. Az aranyozott étkészletet se? Dehogy. Lelkedre mondod?
Akarta, de nem hagytad, akarta, ugye? Akarta, de nem hagytam. Zárat lecserélted? Anya. Az az első, zárat lecserélni. Igen. Mert egyszer arra mész haza, hogy ki van pakolva a lakás. Lecserélem, anyu, de jó. Most nincs időm dumálni. Ja. Megtaláltad a pénzt? Ja, meg persze. Ott volt, ahol tartom. Mutattam neked a komódájában a kiskutyás párnahúzatban, ami még a tiéd volt, amikor gyerek voltál. Emlékszel? Persze, hogy emlékszem. Na, most mit csináljak vele? Tedd be egy borítékba. Borítékban van. Meg be is zacskóztam, mert esett az eső, amikor kivettem a bankból a múlt héten. Muszáj volt fölbontanom a lekötést, vagy mi csodát a híd miatt, tudod. De a többit visszaizéltem, lekötöttem. Milyen többit? Hát a maradékot. A másfelet. Másfél milliót? Azt hát mondtam. Igen, mondhatád, csak most nehéz napom van. Anyuka most mondja a rendőr, hogy 250 ezerért szóba se állnak velem. Ja. Az sem lesz elég. Másfél millió? Az a minimum. Mi? Hogyha mit mond? Hogyha egy órán belül nem kapják meg a másfelet, akkor bent tartanak. Meddig? Azt csak a jóisten tudja. Azt csak a jóisten tudja, azt mondja. Anyuka, muszáj segítened. Bemész a bankba, és kiveszed a pénzt. Szólok a haveromnak, hogy ne rohanjon. Jó. Most 3 óra van. Igen? Ha most rögtön elindulsz, még eléred a bankot. A haverom meg 5-kor ott lesz. 5-kor? Te csak addod igen, 5-kor, te csak addod neki a borítékba a pénzt. Nem lesz semmi baj. Édes Istenem. Jól van, most leteszem, mert a rendőrnek már nagyon nem tetszik, hogy ennyit beszélünk. Te csak diktáld el a címet. Igen, Mátra utca. Nem nekem, anyuka. Én tudom, hogy hol laksz. A rendőrnek kell. Igen, jó. Jól van, kisfiam. Vigyázzál magadra. Igen, lehet mondani a címet. Mátra utca 55. 12-es kapucsengő, de csak fél emelet, és néha nem nyílik ki köszönjük, rögtön a... Köszönjük. Kezi csókolom. Halló? Halló? Mivel menjek én be a bankba? Hát még mindig a pityú visz. Meg az eső is szakad. Jó napot! Jó napot! Özvegy Jónásné. Parancsoljon. Mátra utca 55-ből. Ez lesz az. Tessék csak beülni. Köszönöm. Hová megyünk? A bankba. És melyik bankba? Bocsánat, egészen meg vagyok zavarod. Semmi gond. Tessék csak megnyugodni, ráérünk. Hát én nem érek rá, de mindjárt mondom, mi ez a hang? Ha betetszik kötni az övet, akkor jó eséllyel elhallgat. Ah, ja, igen. Így jó lesz. Jobb nem is lehet. Szóval abban a nagy zöld épületbe kellene menni a főtéren. Édes Istenem, nem jut eszembe az utca neve. A piaccsarnok mögött? Az. Jobbról fodrászat van, balról meg a... Igen, az lesz az. Mit tetszik keresni az ülés alatt? Azt emélyimet. Ez előbb még az irattartomban volt, most meg nem találom. Ha az ülés alá esett, akkor meg lesz az. Innen még semmi nem tűnt el. Lehet, hogy kiesett az autó mellé, amikor beszálltam. Nem hinném. Be volt cipzározva a táskája. Igen. Hogyha zsebembe betettem, és kirántottam az előbb a zsebkendőmmel együtt, amíg vártam magára a ház előtt. A kis hölgy azt mondta, hogy 2-3 perc, de volt az 6-7 is. A szél meg éppen felerősödött, jól megfújta a fejemet. De a kardigánom zsebében sincs. Édes jó Isten! Tessék csak megnézni újra az irattartóban, hát ha mégis ott van. Az a baj, hogy ez a régi kardigán, hát lyukas a zsebe. De már nem vartam be, mert nem megyek benne sehova, mióta megkaptam az újat 18 karácsonyán a pityútól. Csak most nem volt időm átvenni. Lehet, hogy betettem a zsebébe, megszokásból. És ha szerencsém van, akkor az még az előszobában kiesett. Ha nincs szerencsém, akkor meg az utcán. Hát... Meg van. Na. Istennek. Na, tényleg az irattartomban volt, igaza volt? Uh-huh. A papírok is megvannak. Bankkártya. Na jó, tessék egy pillanatra hátradőlni, mire megérkezünk a bank elé, minden meg lesz. Remélem nem lesznek sokan. Nem tudna megvárni? Én szívesen, de nem hiszem, hogy megéri önnek. A várakozási díj tetszik tudni 75 forint percenként. Inkább hívjon újra egy autót, amikor végezni tetszik. De jól van? Nem igazán. Lehet, hogy el kellett volna hoznom a vérnyomás csökkentőt is. Na, nincs most 150, akkor semmi. Menjünk inkább az STK-ba? Nem, Isten őriz. Inkább felhívom a fiamat. Jó.
Nem veszi fel. Lehet, hogy elvették tőle a mobilt. Talán azért nem arról hívott. Na mindegy. Hány óra? 3:45. Nem tudunk egy kicsit gyorsabban menni. Sajnálom, nem léphetem túl a sebességkorlátot, de higgy el, nagyon igyekszem. Bocsánat, telefonálnom kell. Csak tessék. Juditkám, otthon vagy? Menj már le hozzám. Nézd meg, bezártam-e az ajtót. Tudom, hogy sose felejtem el, de most olyan ideges vagyok, hogy azt se tudom, hogy hívnak. Jó, jó, indulj el, nem teszem le addig. Taxiban ülök, megyek a bankba. A gyerek miatt, majd elmondom, most nem lehet. Nem olyan dolog. Hát, mindenem remeg. A hátamon megfolyik a víz. Persze, mindent elmesélek, ha hazaértem, ha meg nem halok addig. Bezártam. Jó van. Nem baj, anyával jön, majd abba hagyja. Kapott mindent. Mostanában nem veszik meg a csirkefarhátot, csak a konzervet, a fenagusztusát. Remélem, hogy a gázt is elzártam. Sose hagytam még égre, de ilyen ideges sem voltam még. Mindent elmondok, persze. Jól van, köszönöm, hogy megnézted. Nagyon édes vagy. Szervusz, Judit. Bezártam. Egy jó szomszéd tényleg aranyat ér. Ez a Juditka nem is csak szomszéd, hanem egy anyja. Ne haragudjon, telefonálnom kell még egyet. Tessék csak. Nem veszi fel a gyerek. Talán dolgozik? Bárcsak dolgozna. Nincs munkája? De van. Nagyon is szép munkája van. Csak most nem ott van. Nem a munkahelyén. Még mennyi idő? 3 perc és ott vagyunk. Remélem nem tart sokáig. Az attól függ, hogy mit szeretne intézni. A csekkbefizetés az például gyorsan... Pénzt akarok felvenni. Akkor az ajtóban lesz egy automata, és ott tetszik majd húzni egy sorszámot. Tudom ezt. Pénzfelvételre kell kattintani, vagyis megérinteni. De mindig áll ott valaki, hogy segítsen. Nem, édes jó Istenem, jól van. És ugye nincs olyan, hogy a bank még nyitva van, de a pénzt már nem lehet kivenni. Hát nem hinném, nem tudok róla. De ha véletlenül így lenne, akkor reggel idejön, és majd... Nem, reggel már nekem késő. Most kell. Jó. A szomszéd az. Mondjad, édes. Jól vagyok, ne idegeskedj. Elmesélem, mondtam. Nem biztos, hogy délután, inkább utána este. Azért, mert ma még jön hozzám valaki. Nem tudom, nem ismerem, a Pityúnak valami haverja. Csak beugrik valamiért, aztán megy is el, mert sietni kell. Majd elmondom. Jó, akkor majd utána lejössz. Telefonálok, ha elment. Egyen meg. Néha kicsit túlságosan is aggódik. Nem mondom, hogy teher, de hát valamit az ember nem mond el a legjobb szomszédnak sem. Így van. A vérnyomása? Jobb egy kicsit. Mennyi az idő, nehogy bezárjon a bank? Nem fog. 4-ig nyitva van. Ja, jó lenne valamivel előbb hazaérnem. Ne akkor, amikor már jönnek. A macska miatt is, hogy elzárjam a hálószobába. Mert az egy szempillantás alatt kisurran az ajtón. Meg a kardigánomat is ki kell cserélni, ne így lásson már az az ember. Én nem szeretek így lófrálni. Bocsánat, hogy ennyit beszélek, annyira ideges vagyok. Tudom, a fia miatt. Igen. Próbálja meg újrahívni, vagy esetleg valahogy máshogy elérni, feleség, barátnő, kolléga. Nem, sajnos senki nincs most a közelében. Akkor mégiscsak tetszik tudni, hogy hol van. Tudom is, meg nem is. Tudom, hogy hol van. De hogy helyileg... Bocsánat, nem biztos, hogy értem. Nem baj, nem is kell. Csak érjen oda időben a pénz. Jó, hogy volt annyi eszem, hogy esernyőt hozzak. Eláznának a bankjegyek. Pénztárcába be se fér. Hát, az már nem nagyon. Én nem akarok beleszólni, de nem egyszerűbb egy akkora összeget utalni, mint kivenni? Hogy? Utalni. Hát tudom én mi az. Szoktam utalni az unokáknak, még Angliába is. Na igen, erre gondoltam, hogy hát ha nem kell kivenni. Nem is tudom, hova kéne utalni. Nem, jó. A kezdőkbe kell adni a pénzt, hogy a gyerek hazajöhessen.
Megérkeztünk. Mennyivel tartozom? Most még semmivel. Inkább megvárom és hazaviszem, ha végzett. Aj, nagyon kedves. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Sietek! Szevasz, jól vagy? Én is, minden oké. Figyelj, van egy utasom, egy idősebb hölgy. Most tettem ki a banknál, de valami nem stimmel. Ki akarja venni a pénzét, hogy odaadja valakinek? A fiát emlegeti és hívogatja, de nem éri el, mintha bajban lenne a gyerek. Nem tudom, nem akarja elmondani nekem, hogy pontosan mi van. Valamiért titkolja, kellemetlen neki. Emlékszel, mondtad, hogy van az az unokázós csalás? Aha. Nem tudom, lehet, hogy vaklár ma, de rossz érzésem van. Mit csináljak? Jó, most megvárom, amíg végez a bankban, de aztán haza kell vinnem. Nagyon siet, valakinek oda kell adnia azt a pénzt. Nem kis összeg, 1,5 millát emleget. Ah, értem. Ah, oké. Okay. Jó, és ha nem akar a rendőrséggel... Áldozat segítő központ? Nem is hallottam még. Jó, hát nem volt rá szükségem, hála Istennek. És ott segítenek neki? Hogy? Oké, köszi. Mit is mondtál, kicsodák? Áldozat segítő központ. Jó, kösz, megvan. Itt is vagyok. Sokat várt rám? Á, nem baj. Én ajánlottam fel. Sikerre járt? Megvan, itt van. Mennyi az idő? 4 óra. Még lesz időm átöltözni is. Nagyon fontos lehet az a valaki, akit várni tetszik, hogy át is kell öltözni. Á, nem is ismerem. A fiam barátja. Nem szeretek rendetlenül mutatkozni senki előtt. Restelkedtem a bankban is, meg itt maga előtt is. Tetszik tudni, egyszer édesanyámhoz becsöngetett egy illető. Azt mondta, jött leolvasni a gázóra állást. Szegény anyám meg beengedte, pedig nem is volt nála bekötve a gáz. Ha nem járok arra pont akkor egy fuvarral, és nem ugrok be hozzá, baj is lehetett volna. Engem már nem tudnak átverni. Én a rácsot se nyitom ki senkinek, nemhogy az ajtó. Azért csak óvatosan az idegenekkel. Na, ez nem idegen. A fiam ismerőse. Ó, hát az más. Elérte az óta? Nem. Lehet, hogy valami baj van? Nincs baj. Van baj, de nem úgy. Hát amikor beszéltem vele, talán mondta is, hogy ne hívjam a mobilján. Nem tudom, nagyon hirtelen történt ez az egy. Miért? Hol van, hogy nem lehet hívni? Megígértem neki, hogy senkinek nem mondom. Én hallgatok, mint a sík. Mindenki ezt mondja. Nézze, ha ez az autó mesélni tudna... De nem mesél, meg én se beszélek. Higgy el, én több történetet hallottam az elmúlt 20 évben, mint egy tapasztalt pszichológus. Ez nem olyan. Jaj, mindenki azt hiszi, hogy az övé nem olyan. Itt a 4 ajtó között annyi minden megtörtént, hogy maga azt el se tudná képzelni. Vittem én már beférjet a kórházba, a feleségéhez, babalátogatóba. Csak előtte kiraktuk a szeretőjét 2 sarokkal arrébb. És tessék elképzelni, hogy már késelés is történt a hátsó ülésen. Ami után persze újra kellett kárpitoznom. A rendőrségen van a fiam, mert balesetet okozott. Arra kell a pénz, hogy szabadon engedjék, na. Mikor történt ez a baleset? Ma délben. Vagy kora délután, nem is kérdeztem. És önt azonnal megkeresték? Hivatalosan? Persze, a rendőrségről hívtak. Nem szokott az ilyen gyorsan menni. Lehet, hogy a fiam kérte, hogy minél gyorsabban intézzék el. Nagyon rendes gyerek. Tiszta neki az erkölcsője. Soha semmit nem csinált. Látták, hogy nincs neki ilyen Prius. Micsodája, igen. És meggyorsították az eljárást. És az illető, aki a pénzért jön? Hát ő a fiam barátja. Akit nem ismer? Lehet, hogy ismerem. Mondta a fiam, hogy volt már nálunk, de hát annyian jöttek, mentek, mikor még velünk élt. És azt is tudja, hogy hova kell jönni? Persze, a fiam megmondta neki. Tudta a címet? A fiam? Hogy ne tudta volna? Itt élt 26 évig. Jó, rendben. Nem próbálnál meg újra felhívni? 2-6-6... Ja, nem. Lehet, hogy baj csinálok neki azzal, hogy most mit hívogatom. Most már megvan a pénz, és szépen kiengelik. Este már itthon lesz. Reggelre meg visszaadja nekem a pénzt. Remélem, hogy nem dogott föl az orca. Akartam is kérdezni, hogy ő nem sérült meg? Hál' Istennek, csak beütötte a kormányba az állat, ennyi. Aha. Szerintem azért csak fájhat az neki, mert így beszél, mint akinek behúztak egyet, de alig értettem. Alig értette?
Hát ha magának föl lenne dagadva a szája, maga se tudna rendesen beszélni. Ez bocsánat. És tényleg ne haragudjon, jó szándékból kérdezem, de biztos benne, hogy a fia telefonált? Hogy érti? Ki telefonált volna? Nem tudom, meg lehet, hogy butaság. Mindent tudott. Azt is, hogy mennyi pénz van? Persze. Másfél a bankban, 250 otthon. Emlékezett még a kutyás kispárnájára is, amiben tartom a pénzt. Mikor egy kicsit nagyobb összeget kiveszek a bankból, mint most a hídra, a fogamra a hídra. Hát persze, hogy a fiam volt. Még a nőről is beszéltünk, aki nagyon csúnyán elbánt vele. Sose szerettem azt a personát. Nem értettem, mit eszik rajta a fiam. Miért ne lett volna a fiam? Mit akar ezzel? Én hallottam, hogy vannak ilyen átverések mostanában. Igaz, én még nem találkoztam vele személyesen, de állítólag sokan áldozatául esnek. Szélhámosok családtagnak adják ki magukat, általában unokának, és telefonon pénzt kérnek, mintha hirtelen valami nagy bajba kerültek volna. Aztán persze eltűnnek a pénzzel. Én is hallottam ilyesmiről. De én nem vagyok teljesen hülye, ha nyugdíjas is vagyok. Elnézést, én egyáltalán nem gondoltam. Nem akartam megbántani. Nem csak a gyerekkel beszéltem, hanem a rendőrrel is. Mind a kettő ugyanazt mondta. Jó, csak arra gondoltam, hogy esetleg nem kéne elkapkodni annyira azt a pénzátadást. Értsem meg, hogy a gyerek nem bírja a bezártságot. Muszáj kiengedniük. Ha megkapják a pénzt, kiengedik. Semmi hazugság nincs ebben. Rendben, akkor csak én aggódtam túl a dolgot, elnézést. Nem, sajnálom, hogy elmondtam magának. Nem kellett volna beavatnom. Mondtam már, hogy tőlem erről az ügyről senki nem fog hallani egy szót se. A Pityú többet semmit nem mond el nekem, ha megtudja, hogy én bárkinek is... Na, jó. Mennyi lesz? Legyen 1800. Tessék. Ha valami baj lenne, akkor... 107 a rendőrség telefonszáma, 112 a központi segélyhívó. Nem lesz itten semmi baj. Jó. Azért ezt még tegye el. Mi ez? Az áldozat segítő központ. Ezt a számot tessék hívni, ha nem akarja a rendőröket. Ja, Istenem. Milyen központ? Áldozat segítő. Ah. Bátran hívhatja őket. Ők biztos, hogy segítenek. Na, minden jót. Ho. Azért nem ólajtó. Jó napot. Jó napot. Maga az? Igen. Akit a Pityú küldött? Igen. Voltam én már maguknál régebben. Ne haragudjon, nem emlékszem mindenkire. Sokan megfordultak itt egy időben, mikor a férjem már nem élt, a Pityú meg még nem költözött el. Persze. Néha még reggel is találkoztam fiatal emberekkel. Oh. Talán magával is. Mikor mentem volna lefőzni a kávémat, mert akkoriban még ittam kávét, de... Hát, most már csak teázom. Tényleg? Igen, nem lehet a szívem miatt, tudja? Én mennék is. De aztán a Pityú átköltözött a szép új lakásába, a hegyoldalba. Volt már nála? Persze, többször is. Gyönyörű. És már alig látom. Most éppen itt járt pár napja, mert elfogyott a vérnyomás gyógyszerem. És mindig ő szokta kiváltani, meg kicseréli az izzókat. Igen, én is a szüleimnél, igen. Bevásárol. De az se tart sokáig, mert én már napokkal előtte összeírom, hogy mi kell. És ő csak leszalad a papírossal ide a szemközti vásárcsarnokba. Nem terhelem én szegénykémet. Van neki elég baja? Persze. Tudja valahogy, nincsen szerencséje a nőkkel. Tudom. Hát ezt maga biztosan tudja, ha már barátok. Persze, igen, szokott mondani ezt. Uh-huh. Sietnék vissza, hogy ne várjon szegény hiába. Nézzen a szemembe, és mondja meg igaz lelkére. Jól van a fiam? Persze. Minden rendben van vele. Őszintén mondja? Őszintén mondom, egy ujjal se nyúltak hozzá. Akkor jó. Itt van, tessék. 1,5 millió. De mondja meg a fiamnak, hogy nem muszáj mindent odaadni, ha mégsem kellene ennyi. Persze, megmondom, hogy ne. Megyek. Mert most már minden perc számít. Jó, igen. Menjen. Jó, lehet, hogy ő hív. Menjen, siessen. És vigyázzon a pénzre útközben, nehogy történjen valami. Nem fog történni semmi, jó helyen van, csókolom. Nagyon köszönöm. Pityukám, hála a jó Istennek. Na, várjál, bezárom az ajtót. Na, a rácsot is. Sose lehet tudni. Na, minden rendben? Mi ez az utás? Mi hát a Juditkán a lakásra utás? Halára idegeskedtem magam.
Most ment el ez az izé, a barátod, mondd már a nevét. Látod, meg se kérdeztem tőle. Hívtalak közben, de gondolom elvették a telefonodat. Hát a rendőrök. Nem bántottak, ugye? Hát meg mit tudom én, nem lehet azt náluk tudni. Nekem nincs semmi bajom. Most értem vissza a bankból. Közben jött a gyerek, odaadtam neki, el is ment. Szerintem ott lesz nem sokára. Hát aki te küldtél, Pityu, ne butáskodj már. Igen, itt volt a barátod, és már el is ment a pénzzel. A 1,5 millióval, azzal, amit kértél. De mondtam neki, hogy nem muszáj mindent, tudod. Nem hülyültem meg. Azt mondd meg, hogy az állat hogy van, mert hallom, hogy most már sokkal jobb a hangod. Hova? Ide? Hát jó, hát siess. Nem jön ide senki. Bezártam, persze. Juditka, minek hívnám le? Majd fölhívom telefonon, mert ígértem neki, hogy elmondom, mi történt, de ne félj, nem minden, csak ami rá tartozik. Nem kell ezt mindenkinek tudnia. A taxist is leállítottam, mert nagyon érdeklődött. Hát aki elvitt a bankba. Nem tetszett neki, hogy kiveszem a pénzem, hát mi köze hozzá? Gyanús egy alak volt különben is, mindenféle butaságokat mesélt nekem, hogy ki kit csalt meg. Gondoltam magamban, kit érdekel? Meg hogy egyszer csupa vér volt az autója, mert megöltek benne valakit. Hát ilyeneket megáll az eszem. Gyanútlanul hívsz egy taxit, 5 évente egyszer, mert pofátlanul drágák, és akkor ilyeneket traktál. Meg hogy tudom-e a rendőrség telefonszámát. Hát jó, hogy nem kérte el az enyémet. Fájt neki a foga a pénzemre. Mindenáron tudni akarta, hogy mennyi, meg hogy te tudod-e, hogy nekem mennyi pénzem van, de én nem mondtam neki semmit. Hiénák ezek, fiam. 1800-at elkérni egy útért a bankig, meg vissza, hát hol tart a világ? De ne félj, nem is adtam neki borravalót, egy vityinget se. Köszöntöm Önöket, Dobó Ági vagyok, a Hétköznapi Történetek műsor vezetője. Megtörtént esetek alapján olyan sorozatot indítottunk, ami segít felismerni azokat a nehéz helyzeteket, amelyekben mi vagy szeretteink is bármikor kerülhetünk. Sajnos az unokázós csalás is egy ilyen eset. Érdemes megnézni következő videónkat, hogy megtudhassuk, hogyan kerüljük el, hogy áldozattá váljunk. Erről beszélgetünk szakértő vendégeinkkel. Tartsanak velünk ebben a videóban is, és kövessék oldalunkat. Bővebb információkat a vansegítség.hu weboldalon olvashatnak az áldozatsegítő központ szolgáltatásairól. Ne felejtsék, van segítség!